Sziasztok! Ebben a részben a nagy nyári melegről lesz szó, hogyan utaztassuk a kutyát a nagy melegben, hogyan és hol fürdessük, milyen óvintézkedéseket tegyünk meg. Orsika, a kis feleségem a mai operatőrről, mint mindig, és most felkapjuk Renit is az FMC-ből, aki szintén eljön és forgat egy részt az online újságnak, illetve az online felületnek ugyanebbe a témakörbe. Tehát a mai rész dupla lesz, egyrészt itt lesz a vlogon nálam, és megjelenik nagy nyilvánosság előtt is. Lepedővel a box elejét, lehetőleg ez ne legyen túl vastag és tudjon átszellőzni. Pontosan azért, hogyha hátulról süt be a nap, miközben viszitek a kutyát, akkor nagyon-nagyon melege tud lenni a kutyusnak, hiába klímáztok, tehát egy ilyen nagyon egyszerű kis lepedővet akarjátok le. Ha van lehetőségetek, mindig hagyjátok árnyékba az autót, hogy ne melegedjen át. Hogyha nem találtok árnyékos helyet, akkor pedig mielőtt beteszitek a kutyákat és elindultok haza, jól szellőztessétek át az autót, és csak ezután tegyétek be a kutyát, és ezután induljatok csak el haza. Ahogy nálunk embereknél is, amikor lehozzátok a kutyátokat a strandra, ne hagyjátok, hogy egyből beugorjon a kutya, hiszen az ő teste is fel van hevülve, és ugyanazok a veszélyek leselkednek rá, mint ránk, ugyanolyan keringési problémák léphetnek fel. Beszéltem már arról, hogy mire figyeljetek, mikor lehozzátok a kutyátokat a kutya strandra, hogyan jöjjetek be, milyen óvintézkedéseket tegyetek meg. De azt illetően, hogy a kutyát hogyan engedjétek bele a vízbe, illetve amikor sokáig kint van a napon és szárad, akkor mit érjük legyetek? De nem beszéltem arról, hogy magatokat hogyan óvjátok meg, hiszen miközben megtanítjátok úszni a kutyákat, addig elkerülhetetlen, hogy össze-vissza karmolnak benneteket. Kettő lehetőséget is fogok nektek erre mutatni. Az egyiket már is megmutatom Orsikámon. Aki nem akar ilyenre költeni, annak pedig mutatok egy sokkal egyszerűbb és sokkal olcsóbb megoldást. Na most elszaladok átöltözni. Ajánlatos egy ilyen mellényt venni, főleg akkor, hogyha még nem rutinos a kutya és mi sem vagyunk rutinosak. Nagyon könnyen meg lehet fogni ennél a fülnél fogva, akár a vízbe besegíteni, vagy akár a vízből kisegíteni. Ez nagyon hasznos tud lenni. És ne felejtsétek el, hogy a kutyáknál ugyanúgy akár pánikreakciók, vagy akár görcsös reakciók lehetnek, izomgörcsök, amikor bizony ez a mellény akár életet is fog tudni menteni. Még egy nagyon fontos dolog, ne a kutyastrandon tegyétek először rá a kutyára, tehát mindenféleképpen ismertessétek meg a kutyákkal már otthon a mellényt, lehetőség szerint szeresse is meg a kutya, kedvelje meg, legyen mindenképpen pozitív kapcsolata a mellény felhelyezésével és viselésével, és csak ezután vigyétek le a strandra. Hogyha nem a drága neoprén ruhát válasszátok, akkor vehettek egy nagyon egyszerű, akár alapminőségű ilyen futónadrágot, ami tért fölér, meg egy olyan úgynevezett kompressziós felsőt, ami megint csak ugye az ember testére egy picikét jobban rászorul. Ez elég nagy védelmet nyújt ahhoz, hogy ne tudjon teljesen véresre karmolni a kutya. Akár amíg a kutyátok nem egy nagyon jó úszó, akkor használjatok úgynevezett ilyen automata pórázt, még akkor is, ha bent van a vízbe, és benn vagytok velük, mert amikor elúszik tőled egy kicsit távolabb, egy ilyen 6-8 méteres automata póráza nagyon jól tudod segíteni a mozgását, és szükség esetén, hogyha baj van, még akár a segítségére is fogsz tudni sietni. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. Oh.
it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan.